hattyú külszeget. Hankis Elemér a fekete hattyú szimbólumával próbálta meg szemünkben reprezentálni azt, hogy mi kreatívak is az emberek. Mi főszegi kollégáimmal, munkatársaimmal, barátaimmal igyekszünk kreativitásunkat megmutatni itt a Hankis műhelyben. Bokányi Anna és Becsei Márton a Hankis archívú rendszerezésén és dokumentálásán dolgozott. Becsei Márton írását én fogom felolvasni. Márton írása. Ezer arcú mappák. Reggelente a Ferencvárosban ébredve, egy percig nem éreztem fáradtnak magam, nem éreztem fárasztónak, hogy Solymárig utazok. Nem dolgozni mentem, hanem kincset keresni. Vagy még keresni sem, csak találni. Hűvös völgyön kávéztam egyet, amíg a buszra vártam. Később a hegyoldal fárasztó emelkedői vártak rám. De két dolog szinte azonnal kárpótolt, az egyik az évszaktól független, csodálatos kilátás volt a hegyek látványa. A másik pedig Jenny hangja. Elemér, a továbbiakban engedjék meg, hogy csak keresztnevén említsem Hankis Elemért. Persze nem tiszteletlenségből, sokkal inkább személyesség miatt. Szóval Elemér kutyája az első naptól kezdve barátként kezelt. Jenny nem ugatott, nem bonyított. Kezdetben kicsit zavarban voltam, hogy idegenként betolakodom mások otthonába, de Zétényi Lili az első naptól kezdve bizalmába fogadott, és mégis, miután Solymári útjaim rutinná váltak, még akkor is, az utolsó napig is igazi megtiszteltetésnek éreztem, hogy az otthonukban dolgozhatok, és hétről hétre ott ülhetek Elemér jegyzetei között. Nem akarom elidegenítő tisztelettel megkérdőjelezhetetlennek nyilvánítani Elemér gondolatait, életművét. Egyrészt azért, mert a kézzel írott és kézzel áthúzott mondatok, a félregépelt szavak és elütött betűk aurája nem engedi, hogy oda helyezzem. Másrészt meg hogyan gondolhatnék megkérdőjelezhetetlenként valakire, aki folyamatosan kérdez? A jegyzetei kérdeznek engem, magát, a világot, bárkit. De visszatérve az otthon szerepére, és arra, hogy miért jogos mégis a megtiszteltetés? Elemér így írta le. Az én házam az én univerzumom. Az, hogy az én házamból látom a világot, és a világ nem lát engem, már-már isteni helyzet és hatalom. És ebben a millióben volt nekem egy ideig részem és feladatom. Határozatlan idejű szerződéssel és egy sajátos nézőponttal. A jegyzeteket a kommentárokkal ellátott szakirodalmak tömegét, televíziós musörtelveket, lapszélre firkantott idézeteket, forgatókönyv ötleteket, kiadott és kiadatlan gondolatokat olvasva és rendszerezve, Elemér meglátásai voltak számomra a dioptriák, amelyeken keresztül a saját szememmel ugyan, de élesebben kezdtem látni. Sokat tanultam Elemértől, életre szóló dolgokat, ami szintén határozatlan idejű, gondolom most. Napközben cigarettaszünetet tartottam. Jenny kijött velem az udvarra. Futott le a kapuig körbe-körbe, a kerítés mellett majd visszafelém. Aztán minden alkalommal majdnem fellökött, ahogy nekem bújt. Saját súlyával nem volt tisztában, pont ugyanúgy, mint Elemér egy-egy gondolatának vagy mondatának a súlyával. Igazi kaland kezdődött minden egyes új iratkötettel, és igazán emberi kaland. Először kicsomóztam a spárga csomót, amivel szorosan össze volt fogva a papírhalom, majd azt bogoztam ki, hogy ezek éppen melyik témához, melyik könyvhöz kapcsolódó jegyzetek. Nekiláttam a válogatásnak, külön gyűjtöttem a személyes leveleket, a félretett repülőjegyeket, és a mappa közepén az angol és magyar nyelvű kézzel és géppel írott jegyzetek és a szakirodalmak sokasága között egy gondosan lezárt borítékot is találtam. Rajta egy szó, levelek. Óvatosan kinyitottam, majd percekig nevettem. Néha az élet csak pontosan az, ami. A borítékban levelek voltak, préselt fa levelek, gondosan lezárva 6 darab. Ha Elemére gondolok, akivel személyesen sohasem találkoztattam, ha a könyveire gondolok, ha a jegyzetekre, a kéziratokra, ha a szalmakalapjára, ami a pincében egy polcon pihent. Ha mindezekre gondolok, akkor a játszó gyerek mély áhítatát és békességét érzem.
és azt, hogy Elemérnek ebben biztosan igaza volt. Érdemes volna nekünk is gyakrabban belemenni ebbe a mintha játékba. Érdemes volna azt játszanunk, hogy nem félünk, hogy szabadok vagyunk, hogy felelősségteljes polgárok vagyunk, hogy megbízunk egymásban, hogy tudunk segíteni a rászorulókon, hogy fel tudunk építeni egy jobb világot, hogy halandók vagyunk, hogy örökké élünk, hogy játék az élet, hogy nem játék az élet, hogy van értelme az ember életének. Hálás vagyok a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének, hogy megbíztak Elemér kéziratainak gondozásával, hálás Zétényi Lilinek a segítőkészségéért és bizalmáért, és persze Elemérnek a sok-sok kérdőjelért, amiket elültetett a gondolataimban és hétköznapjaimban. Az intézet logójára nézve. 9 pontot csak úgy lehet összekötni 4 egyenes vonallal a tollunk felemelése nélkül, ha úgy játszunk, mintha nem is lennének határok. Vecsei Márton írása.